Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. A következő mintegy fél órában az agrárcenzus tájékoztató konferenciájáról láthatnak egy összefoglalót. Tartsanak velünk! Mai napon négy témában jelentetjük meg a végleges adatokat, elemzéseket, térképeket, különböző táblázatokat. Meg is kérem Patai Ágnest, az agrárcenzus projektvezetőjét, hogy ismertesse az összeírás végleges adatait. Köszönöm. Üdvözlök én is mindenkit. Megosztom a képernyőmet. És el is kezdeném akkor az agrárcenzus végleges adatainak az ismertetését, bemutatását. Ezúton is szeretném megköszönni kollégáimnak a munkát, akik lehetővé tették, hogy időben elkészüljenek ezek az elemzések, táblázatok, és tudjuk véglegesíteni ennek az összeírásnak az adatait. Az agrárcenzust 2020-ban hajtottuk végre, és annyiban más ez, mint más KSS összeírások, hogy 2020-ban az agrárcenzus során minden mezőgazdasági tevékenységet végzőt felkerestünk. Ennek köszönhetően lehetővé válik majd, hogy részletes, akár település szintű adatok is elérhetőek legyenek. Ezek már a KSH Tímea nevű alkalmazásába be is lesznek töltve. Emellett nagyon fontos ennél az összeírásnál, hogy gazdaságszerkezeti adatokhoz jutunk, ami azt jelenti, hogy méret, különböző fajlagos mutatókat tudunk számolni a gazdaságokra, tudjuk a különböző irányító végzettségekhez, korokhoz kapcsolódó információkat, és összefüggéseiben is tudjuk vizsgálni ezeket az adatokat. Ezzel kapcsolatban is készítettünk egy dashboardot a 2020-as adatokra, illetve a 2016-os adatokra is, és ezek is elérhetőek lesznek majd a KSH honlapján, tehát mindenki kipróbálhatja ezeket az adatokat, hogy tudja lekérdezni. Emellett, ami más az agrárcenzus során, mint a többi közigazgatásban meglévő nyilvántartások, hogy számunkra az alapegység a gazdaság. Tehát mi nem személyeket írunk össze, nem őstermelőket, államkincstári ügyfeleket, hanem olyan gazdasági egységeket, akik együtt gazdálkodnak, és közösen végzik a mezőgazdasági tevékenységeiket. Emellett az összeírás során a gazdasági szervezetektől is, tehát a jogi személyiséggel rendelkező szervezetektől is gyűjtöttünk adatokat. Mit mondhatunk el a gazdaságszámról 2010-hez képest? Az összes gazdaság 31%-kal csökkent. Az ábrán az is látszódik, hogy az állatot tartó gazdaságok száma jóval nagyobb mértékben csökkent, mint az összes gazdaság szám. 53%-kal csökkent 2010-hez képest, és igazából 2016 után kicsit nagyobb mértékű volt ez a csökkenés. A mezőgazdasági területet használók esetében azt láthatjuk, hogy itt a nagyobb arányú csökkenés az 13-16 között zajlott le, és az utóbbi időszakban kicsikét lassult a területet használó gazdaságoknak a csökkenése. Emellett elmondhatjuk a magyar mezőgazdaságról, hogy ez a 241 ezer gazdaság, ez nagy részt kicsi gazdaság még mindig. 64%-uk 5 hektárnál kisebb területen gazdálkodik, és 5 állategységnél kevesebb állatot tart. Az állategység egy olyan mérőszám, amely segítségével a különböző állatfajokat össze tudjuk adni, és ezzel tudjuk az állatot tartó gazdaságok méretét meghatározni. Emellett még azt is láthatjuk ezen az ábrán, hogy eléggé elválik a földhasználat az állattartástól. Például a mezőgazdasági területet használóknak az 51%-a nem rendelkezett ilyen állategység mutatóval, nem volt lényegében állatuk. És láttuk a korábbi ábrákon, hogy mennyire csökkent az állatot tartó gazdaságok száma. Érdemes ezt megvizsgálni a különböző méretkategóriák kapcsán is, és hogyha az állategység nagyságkategóriák szerint vizsgáljuk meg ezt a gazdaságszám csökkenést, akkor azt láthatjuk, hogy igazából a kicsi állattartó gazdaságok tűntek el az elmúlt 10 évben, körülbelül
a gazdaságszám változás körülbelül 60%-os, és ez azt jelenti, hogy körülbelül ez 130 ezernyi kis gazdaság, ami 2010 óta megszűnt mezőgazdasági tevékenységet végezni. Emellett, ami még leolvasható ezekről az ábrákról, és egy fontos információ, hogy nőtt azoknak a gazdaságoknak az aránya az elmúlt 10 évben, akik egyáltalán nem tartanak állatot, 26%-kal nőtt az ő arányuk. Érdekesség még, hogy a nagyobb állattartók száma viszont nőtt, tehát a nagy gazdaságoknak a száma gyarapodott, úgyhogy igazából összességében elmondhatjuk, hogy az állategység, tehát a tartott állomány, az 2010 óta nem változott, csak a struktúrája a gazdaságokban változott. Gazdaságtípusonként is tudjuk vizsgálni a gazdaságszám változást. Gazdaságtípusoknak azt nevezzük, hogy a különböző gazdaságokat, tehát ezt a 241 ezer gazdaságot, akinek az adatait összegyűjtöttük 2020-ban, különböző típusokba tudjuk sorolni, annak alapján, hogy esetükben a növénytermesztési tevékenység, vagy az állattartás, vagy esetleg ezek vegyesen fordulnak elő. Az ábrán azt láthatjuk, hogy az elmúlt 10 évben azok a gazdaságok, amelyeknek nőtt a számuk, azok a szakosodott szántóföldi növénytermesztők, illetve a kertészetbe sorolt gazdaságok. Az első körben 28%-os gazdaságszám növekedést tapasztaltunk 2010-hez képest. A másik csoportba tartozó gazdaságok, akiknek csökkent a számuk, ők az abrakfogyasztó állatok tartásával foglalkoztak 2010-ben. Ez lényegében a sertéstartók, baromfi tartó gazdaságokat jelenti, és itt is azt láthatjuk, amit már korábban is említettem, hogy a kis állattartó gazdaságoknak az eltűnése miatt körükben 72%-os gazdaságszám csökkenést tapasztaltunk. Emellett még az a gazdaság típus, ahol csökkent a gazdaságszám, a vegyes állattartó gazdaságok. Ezeknek a változásoknak az eredményeképpen 2020-ban 96 ezer gazdaság sorolódott a szakosodott szántóföldi növénytermesztés típusba. Ez az összes gazdaságnak a 40%-a, és a specializáció fokát mutatja, hogy ezek a gazdaságok művelték a terület körülbelül 2/3-át, viszont az állománynak nagyon kis arányaival rendelkeztek, pár százalékát birtokolták ők az összes állategységnek. A változások azt is jelentették, hogy 2020-ra a korábban legnagyobb létszámú abrakfogyasztó állatok szakosodott tartásával foglalkozó gazdaságcsoport annyira lecsökkent, hogy már nem ez a legnagyobb számú gazdaságcsoport, körülbelül annyi ilyen típusú gazdaság van most, mint akik ültetvénytermesztéssel foglalkoznak. Ezen az ábrán is az látható, amit korábban már említettem, hogy sok kis gazdaság van Magyarországon, a termelés azonban mégis koncentrált. Azt láthatjuk, hogy a 4000 eurónál kevesebb standard termelési értékkel rendelkező gazdaságok aránya az egyes gazdaságcsoportokban hogy alakul. Összességében az elmúlt 10 évben ez 70%-ról 53%-ra csökkent egyébként, de láthatjuk, hogy például pont ezek az abrakfogyasztó állatok tartásával foglalkozó gazdaságok esetében még mindig 86%, tehát a nagy csökkenés ellenére még mindig nagy számosságú az a gazdaságcsoport, aki kis méretben foglalkozik ilyen típusú állatoknak a tartásával. És a gazdaság számmal párhuzamosan, hogyha azt is megnézzük, hogy mekkora az a standard termelési érték, amit a különböző gazdaságcsoportok mellé tudunk tenni, akkor azt lehet látni, hogy ez pont ellentétes a gazdaság számmal, és megint az abrakfogyasztó állatok tartásával foglalkozó gazdaságokat emelném ki, tehát a gazdaságszám 86%-a a legkisebb gazdaságokhoz tartozik,
Viszont termelési értékben a legnagyobb gazdaságok állítják elő a 80%-át, vagy adják a 81%-át ennek a termelési értéknek. Ez egyébként még magas a vegyes állattartó gazdaságok esetében is. Összességében elmondható a mezőgazdaság koncentráltságáról, hogy a standard termelési érték, tehát a földterület és az állatállomány alapján számított termelési érték, körülbelül 45%-a a legnagyobb gazdaságoknál, a gazdaságok 1%-ánál jelenik meg. És akkor áttérnék itt részletesebben a mezőgazdasági terület használatra. Itt ezen a táblázaton a különböző művelési ágakat használók száma, illetve az általuk használt területet ábrázoltam, és minden művelési ágban megjelenik itt az átlagosan használt terület. Amit fontos tudni, hogy a kevés számú, nagyon nagy gazdaság miatt az átlagos terület azért jóval nagyobb, mint a medián terület, tehát nagyon sok kicsi gazdálkodó van, aki pár hektár szántót mezőgazdasági területet művel. Az átlagos mezőgazdasági terület nagysága az elmúlt 10 évben 14 hektárról 23 hektárra nőtt, tehát a gazdaságok megszűnésével ezen a területen is koncentrálódott a mezőgazdaság. Amit még a mezőgazdasági terület használattal kapcsolatban elmondhatunk, hogy minden művelési ágban ezek a közepes méretű gazdaságok dominálnak, tehát ők használják a terület legnagyobb, ők használják a mezőgazdasági területet legnagyobb arányban. Ez az 5-300 hektár közötti gazdaságméret az, ami a legnagyobb terület használó hazánkban. Tehát a mezőgazdasági terület használat esetében azért nem beszélhetünk olyan mértékű koncentráltságról, mint az állattartás esetében. A szántóföldi vetésszerkezettel kapcsolatban elmondható, bár ez ugye az éves KSH-s adatokból is látszódik, hogy kissé változott a vetésszerkezet aránya. 2010-2020 között azt látható, hogy a gabonafélék aránya szinte folyamatosan csökken, míg ezzel párhuzamosan nő az ipari növények és a takarmány növények területének az aránya. A 86 ezer hektáros gyümölcs területtel kapcsolatban szintén elmondhatjuk, hogy változik a különböző termesztett fajoknak az aránya. Az alma területe 2010 és 2020 között 37%-ról 31%-ra csökkent a területének az aránya, és ezzel párhuzamosan vannak olyan gyümölcsfajok, amelyeknél mind abszolút értékben, mind arányaiban azt láthatjuk, hogy növekedett a terület. Ilyen gyümölcsfaj a dió az elmúlt 10 évben, ahol növekedett a terület, a kajszi, illetve a bodza. Földhasználati tulajdonviszonyok kapcsán elmondhatjuk, hogy a területet körülbelül fele-fele arányba használják a gazdálkodók saját tulajdonba, illetve bérlik. Különböző művelési ágokban különböző ez az arányszám. A legnagyobb a saját tulajdonú területek aránya az ültetvény jellegű művelési ágakban, a szőlő-gyümölcs esetében. Míg ahol inkább bérlik, nagyobb arányba fordul elő területbérlés, az a gyep és a szántó művelési ág. Elmondható, hogy a fiatalabb gazdaságirányítók, illetve a magasabb mezőgazdasági képzettséggel rendelkezők nagyobb arányban bérelnek területet. Ez valószínűleg összefüggésben van azzal is, hogy a nagyobb gazdaságokat nagyobb arányban irányítják fiatalok, illetve mezőgazdasági képzettséggel rendelkezők. A bérelt terület aránya, hogyha a gazdaságcsoportok szerint vizsgáljuk, akkor a legmagasabb a vegyes állattartó gazdaságok esetében, és hogyha ezt különböző gazdálkodási formák szerint, gazdasági formák szerint vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a gazdasági szervezetek azok 86%-ban bérelt területen gazdálkodnak,
míg az egyéni gazdaságok 27%-ban bérlik a mezőgazdasági területeiket. Érdekes a bérelt terület arányának változását megvizsgálni méretkategóriánként is, mivel azt láthatjuk, hogy az elmúlt 10 évben a bérelt terület aránya a legnagyobb méretkategóriában, az 1200 hektárnál nagyobb mezőgazdasági területen gazdálkodók esetében csökkent 86%-ról 74%-ra. Ezzel párhuzamosan viszont azt is láthatjuk, hogy a középső méretkategóriában, tehát abban a méretkategóriában, ahol az előbb is említettem, hogy legnagyobb arányban ők a területhasználók, itt nőtt a bérelt terület aránya az elmúlt 10 évben, 28%-ról már, most már 34%-át bérlik a területüknek. Állatállomány változással kapcsolatban szintén van a KSH-nak fél évente adatgyűjtése, tehát ezt folyamatosan tudjuk követni ezeket az információkat, azonban érdekes szerkezeti összeírások kapcsán is összehasonlítani, hogy mi változott az elmúlt 10 évben. Azt láthatjuk, hogy összességében az állategység, tehát hogyha összeadjuk a különböző állatfajokat, akkor ez az összes állategység ez nem változott, az arányokban történt változás. A szarvasmarha állomány növekedett 2010 és 2020 között 32%-kal, úgyhogy közben a szarvasmarha tartók száma csökkent, viszont az összes többi állatfaj esetében azt mondhatjuk, hogy 2010-hez képest csökkent az állományuk. Ahol kimondottan nagy csökkenést lehet kimutatni, az a lúd és kacsa állomány, ahol 2016 óta 64, illetve 45%-kal csökkent az állomány nagyság. Ez köszönhető az elmúlt években többszöri madárinfluenza kitöréseknek. A gazdaságokat irányítók és irányítók kora és végzettsége sok szempontból fontos információ, ahogy már korábban is elmondtam, ez befolyásolja azt, hogy ők mekkora gazdaságokat vezetnek, milyen arányban bérelnek területet, és azt láthatjuk, hogyha ezeket az információkat grafikonra tesszük a különböző gazdaságcsoportokban, akkor átlagosan a 40 év alatti fiatal irányítók aránya az 10%, ez egyébként 2010-hez képest egy 2%-pontos csökkenés. A legalább középfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkező gazdaság irányítók országos átlag az 28%, tehát közel a harmaduk rendelkezik legalább középfokú mezőgazdasági végzettséggel. Azonban ezeknek az információknak az aránya eltérő a különböző gazdaságcsoportokban. Ez egyébként a korábban elmondottak mellett azt is befolyásolja, hogy az adott gazdaság milyen arányban vesz részt vidékfejlesztési programban. Azok a gazdaságok, ahol a gazdaság irányító rendelkezik magasabb mezőgazdasági végzettséggel, nagyobb arányban vesznek részt ilyen vidékfejlesztési programokban. A vidékfejlesztési programokban történő részvételi arány ezek alapján legmagasabb a tömegtakarmányt, tehát a szarvasmarhát, jó állományt tartó gazdaságok esetében, míg a legalacsonyabb a már sokszor említett sertés baromfi tartással foglalkozó gazdaságok esetében. A gazdaság irányítók számát nagyon részletes bontásban meg tudjuk most vizsgálni, köszönhetően szintén az összeírás teljes körűségének, illetve hogy nagyon részletes bontásban kértük ezeket az életkor információkat. Ezek alapján elmondható, hogy a magyar gazdálkodók 70%-a a 45 és 74 éves kor közé esik. Az átlag életkor az szinte 58 év, és ahogy már korábban is mondtam, körülbelül 10%-uk számít fiatal gazdálkodónak. Ami szintén látszódik ezen az ábrán, hogy a kor előre haladtával a
női gazdaságirányítók aránya egyre inkább nő, és ennek köszönhetően a férfiaknál az átlag életkor a férfi gazdaságirányítóknál 57 év, viszont a nőknél már szinte 60 év az átlagkor, tehát ilyesmi korú gazdaságirányítók vezetik a gazdaságokat. Érdekes a munkaerő felhasználást is megnézni a különböző gazdaságtípusokban. Ezeken az ábrákon az látszódik, hogy átlagosan mennyi éves munkaidőegység jut egy gazdaságra. Ez az éves munkaidőegység, ez azt jelenti, hogy ezzel próbáljuk kiküszöbölni azt, hogy a mezőgazdasági munka erősen szezonális, és különböző információk, szorzószámok alapján ezt a szezonális munkát átszámoljuk teljes évre, tehát minthogyha valaki teljes évben végezte volna ezt a tevékenységet, és így összesítjük a gazdaságban elvégzett munkaidőt gazdaságokra. Ezek alapján elmondható, hogy legnagyobb munkaerő ráfordítás a vegyes állattartó gazdaságok, illetve a tömegtakarmányt fogyasztó állatok tartásával foglalkozó gazdaságok esetében mutatható ki átlagosan, a legalacsonyabb pedig azoknak a gazdaságoknak az esetében, akik szakosodott szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak. Emellett, hogyha a felhasznált munkaerőt, munkaidőt megnézzük arányaiban, akkor az látható, hogy a családi munkaerő még mindig nagy arányú, viszonylag nagy arányú. Két állattartással foglalkozó gazdaságtípus esetében is. A gazdaságban végzett összes munka, tehát hogyha összesítjük ezt az éves munkaidő egységet, akkor összességében az látható, hogy 30%-kal csökkent a mezőgazdaságban elvégzett munka 2010 és 2020 között, és ez a csökkenés leginkább az egyéni gazdaságok esetében jelentkezett, köszönhetően ugye annak is, hogy az egyéni gazdaságok, a kicsi egyéni gazdaságok tűntek el, legnagyobb számban szűntek meg az elmúlt 10 évben. Hogyha megnézzük, hogy ez az éves munkaerő egység, ez hogy oszlik meg alkalmazottak, illetve családi munkaerő kapcsán, akkor azt láthatjuk, hogy a családi munkaerő aránya az folyamatosan csökken az egyéni gazdaságok megszűnésével párhuzamosan. 70%-ról 2020-ra 56%-ra csökkent a családi munkaerő arányának aránya a mezőgazdaságban. A különböző foglalkoztatás típus eltérő az egyéni gazdaságok és a gazdasági szervezetek esetében. Az egyéni gazdaságok esetében az látható, hogy az összes munkavégzés körülbelül 80%-a még mindig családi munkaerő. Ez elsősorban az irányítónak a munkaideje, a gazdaságirányítónak a munkaideje, illetve a közvetlen családtagoknak a munkaideje. És az egyéni gazdaságok esetében viszonylag kis arányú az alkalmazottaknak a munkavégzése, míg a gazdasági szervezetek esetében már nem beszélhetünk ugye a családi munkaerőről, azt láthatjuk, hogy inkább állandó alkalmazottal dolgoznak a gazdasági szervezetek is, 85%-os az állandó alkalmazotti munkavégzés aránya a gazdasági szervezetek esetében. Emellett még van egy foglalkoztatási forma, a gazdaság által közvetlenül, nem közvetlenül alkalmazott személyek, azonban ezeknek a munkavégzésének aránya elhanyagolható mind a két gazdaságtípus esetében. A KSH tímea alkalmazásából én tegnap csináltam pár térképet,
Kihangsúlyozandó az, hogy amellett, hogy részletes adatokhoz jutunk a mezőgazdasággal kapcsolatban 2020-ra, emellett mennyire fontos az, hogy területi szempontból is megjelenítsük ezeket az adatokat. Láthatjuk, hogy a különböző gazdaságok legfőbb tevékenysége alapján hol jelennek meg bizonyos tevékenységek. Ebben az esetben egy olyan mutatót választottam, ahol tényleg látszódik az, hogy területi szempontból mennyire nem homogén az ország, melyek azok a területek, ahol a zöldségfélék és a szamóca termesztése kifejezettebb. Ezen az ábrán pedig az látszódik, hogy hol vannak inkább azok a gazdaságok, akik részt vesznek vidékfejlesztési támogatásban, illetve akik a Natura 2000 vagy pedig a vízkeret irányelv programokban és azok kapcsán támogatásban részesülnek. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!